Uszítás miatt felfüggesztett börtönt kapott Tomcat egy blogbejegyzése miatt, amelyben a cigányok összeverésére bíztatott. Gyöngyösi Márton elhíresült felszólalását viszont nem értékelte gyűlöletkeltésnek az ügyészség. Az ügyészség a feljelentés elutasítását részben azzal indokolja, hogy korábban több ügyben eredménytelenül emeltek vádat, a bíróságok a törvény alapján felmentették a terhelteket. A törvény szerint ugyanis a közösség elleni izgatás büntettét az követi el, aki nagy nyilvánosság előtt valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít. Kádár András Kristóf a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én már évek óta próbálok itt a magam eszközeivel nem harcolni, csak mindig hangot adni annak, hogy ez én szerintem nincs annyira rendben, hogy van egy olyan bírósági gyakorlat, ami valahogy mindig arra fut ki, hogy jó, tényleg ez csúnya volt, ezt nem szabad, ez tényleg megsértett, na de nem volt erre befogadó közeg, végül is senki nem ragadott kaszát, kapát, és akkor innentől kezdve az izgatás mint olyan nem valósult meg. Az izgatás az tényleg akkor izgatás csak, hogyha valaki ezen sorok hallatán olvasván ezeket a sorokat azonnal támadó jelleggel lép fel a megsértett, megalázott, meggyalázott népcsoporttal szemben. Nincs ez így rendjén. Nem, szerintem sincs. De ebben egyébként jogvédők között is eltérnek az álláspontok. Hogyha megnézzük a törvény szöveget, akkor tulajdonképpen elegendő az, hogy a nagy nyilvánosság előttet közlés arra irányuljon, hogy gyűlöletet szítson. Tehát nem is erőszakról beszél maga a törvényszöveg, hanem gyűlöletről, tehát egy nagyon intenzív, negatív érzelemről. És ezt szűkítette fokozatosan oda a bíróság és az alkotmánybírósági gyakorlat, hogy a bűncselekmény csak akkor valósul meg, hogyha az erőszaknak egy tulajdonképpen direkt közvetlen veszélye fennáll, ami tulajdonképpen azt eredményez, hogy elfogy ez a tényállás, mert ugye ott tartunk, hogy ha meg is valósul az erőszak, akkor már felbújtásról beszélünk. És akkor már tehát tulajdonképpen egy egészen keskeny mezsgye az, ahol ez elvileg alkalmazható lenne a bírósági gyakorlat szerint, amivel én személy szerint nem értek egyet egyébként. Úgyhogy tulajdonképpen lassan eljutunk oda, hogy akkor minek is. Ez a BTK-ban, miért nem húzzuk ki. Az adatok is azt támasztják alá, hogy nagyon kevés ügyben történik vádemelés, és még annál is kevesebb ügyben történik elítélés, amire egyébként azt hiszem, hogy a Gyöngyösi ügy kapcsán megfogalmazott ügyészségi nyilatkozat is kitér, hogy az ügyészség a bírósági gyakorlathoz igazodva nem emel vádat bizonyos esetekben. Tehát, egyébként meg tehetne mást az ügyészség? Tehát ha ez a bírósági gyakorlat, akkor miért? Én azt gondolom, hogy bizonyos esetekben tehetne, azért más lehetne bátrabb, és időnként azért a határeseteket elvihetné bíróság előtt. Elég tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, hogy a mai döntés mit üzen, akkor akár ezt is üzenheti, hiszen ugye Polgár Tamás kijelentései talán nem voltak annyira durvák, mint mondjuk Kirityán Zsolt kijelentései, aki ugye betyársereg erőszakra még a Kuruc Info szerint és hajlamos tagjai előtt a gyöngyöspatai polgármester választás környékén, tehát egy etnikailag feszült időszakban arról értekezett, hogy el kell oda jutni, hogy az ember meghúzza a ravaszt, hogyha más bőrszínt lát, vagy hogy meg tudjunk ölni egy tetves zsidót, talán nem szeretném az egészet szó szerint idézni, de hogyha ezt vetjük össze azzal, amit ugye Polgár Tamás mondott, hát ez van legalább olyan durva, ha nem durva, abban az ügyben nem tudtunk eljutni vádemelésig, abban az ügyben feljelentést tettünk, de a nyomozást megszüntették, a panaszunkat elutasították. És ugyanezzel az indokkal? Hogy azzal, hogy ez nagyon csúnya dolog, de hát azért az erőszak közvetlen veszélye az nem volt meg. Na most tulajdonképpen azt látjuk, hogy akkor viszont elég esetleges, mert ebben a Tomcat ügyben vádemelés történt, első fok, ugye ez még nem egy jogerősítélet, ezt hangsúlyozni kell. Elítélés, tehát elítélték, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó. Tomcat esetében az utolsó mondatot idézem, és a cigányokról ír, és akkor azt írja, hogy szedjetek össze 20 embert, menjetek le, és egy szó nélkül verjétek szét őket. Ez azért már elég konkrét, tehát cselekvésre való konkrét
felszólítás. Ahogy, mit csináljatok? Ahogy, igen, ez így van, és azt gondolom, hogy talán emiatt vihette át a határt, de akkor még mindig el lehet kezdeni arról beszélgetni, hogy vajon aki olvasta, abban ez ténylegesen felkelthette azt az indulatot, ami ide vezet. Az a probléma szerintem, hogy a büntetőjog tényleg annyira későn avatkozik be ebbe a folyamatba, ami ugye a szótól a tettig el visz, hogy ott már azért tulajdonképpen késő. És én azt gondolom, hogy nem azt kéne megakadályozni, hogy a tett az soha benne következhessen? Természetesen, és az a kérdés, hogy hol lép be a jog. Na most ugye azért azt fontos elmondani, hogy ugye nem csak büntetőjogi eszköz lehetne, hanem polgári jogi eszköz is, tehát adott esetben az ilyen kijelentések tevőivel szemben kártérítési pereket indíthatnának az érintett csoportok tagjai. Ezt is tulajdonképpen a bírói gyakorlat akadályozza meg, amikor azt mondja, hogy nem perelhet egy roma, zsidó, homoszexuális azért a kijelentésért, amit általában a romákra, zsidókra, melegekre tesznek. És ugye az előző kormányok a PTK módosításával, meg önálló jogszabály megalkotásával megpróbálták megteremteni ennek a lehetőségét, összekapcsolva ezeket a csoportot az egyénnel. Az utolsó ilyen próbálkozást még Sólyom köztársasági elnök úr küldte meg az Alkotmánybíróságnak, amely 2008. novembere óta nem döntött ebben a kérdésben. Noha egyébként a köztársasági elnök indítványok nyomán sürgősséggel kellene eljárnia. Lassan eljutunk az 5. születésnapjáig, így van. Miért írják és mondják önök azt, hogy a Tomcat féle blogbejegyzés és annak a szövege és tartalma, az hát azért hasonlóságot mutat a mostani Bályás Zsolt jegyzettel, vagy publicisztikával. Tehát ő azért ilyen konkrétum, hát a végén igen, tehát hogy ezt meg kell oldani, és minden eszközzel. Azonnal bárhogyan. Én, tehát nálam a Bayer Zsolt féle cikk az eléri azt a szintet, ahol ez megvalósítja a BTK szerinti tényállást. Igazából egy pragmatikus érv alapján jutottunk arra, hogy nem teszünk feljelentést. Ugye tudni kell, hogy a Tomcat ügy előbb volt, mint a Csirítyán ügy. A Tomcat 2009-ben mondta ezt a dolgot. Bayer Zsolt esetében úgy döntöttünk, hogy nem teszünk feljelentést. Ez egyrészt azért, mert ez a nagyon konkrét erőszakra való felhívás nem történt meg, és az a helyzet, hogy nem lehetünk biztosak benne, hogy akár vádemelésig eljut a dolog, és a helyzet az, hogy ebben az esetben Bayer Zsoltnak pecsétes papírja lesz arról, hogy amit ő mondott, az a magyar jogrendszer keretén belül rendben van. Ez egy olyan rizikó, ami adott esetben azt a társadalmi, politikai reakciót, amit úgy tűnik, hogy azért kivált ez a nyilatkozat, illetve ez a publicisztika, adott esetben gyengítheti. Tehát végeredményben kontraproduktív lehet, és azzal, hogy ilyen a bírósági és ügyészségi gyakorlat, tulajdonképpen aki megteszi a feljelentést, az adott esetben azt is reszkírozza, hogy végül, mondom, pecsétes papírhoz juttatja azokat, akik ezeket az elfogadhatatlan kijelentéseket tették. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.